Csá népek! Polákmentes szemleget kívánok! Hoztam egy csatát a Csitó sporttal, a 7-es japán TD-vel. Na nézzük, igazából védekezünk Koreján. Szerencsére lőhetjük a 6-osokat, ez is ritka esemény. 7.49-nél töltjük újra ezt a 10-es ágyút. AP a standard lőszerünk, 205-ös pen, 320-as alfa. A goldunk pedig szintén AP 244-es pen, 320-as alfa. Nyom a speed boostot. Ja, és persze kettő köcsünk van a csatában, miért ne? Egy 7-es meg egy 6-os, fantasztikus. Majd itt igazi kis taxot nyomnak majd ezek az autista klikkerek. Döbbenet lesz. Na, nézzük is. Tényleg várom, mindjárt alá is fut egy lövésnek. Szerencsére megnyerjük ezt a csatát, és nagyon-nagyon érdekes pozíciót fognak fölvenni ezek a tetves klikkerek. Ahogy Tanker itt mondaná, nagyon egzotikusan játszanak. Így is lesz, na majd csak figyeljétek, én még ilyet életemben nem láttam a 9 év alatt. Jó, egyértelmű, ott már van egy kis pozícióváltás a klikkerek részéről, mert hát mondjuk én az F-ét kinéztem, mert ő rövid hatótávból lövöldözik. A emlékeim nem csalnak, de hát azért a plusz egy SP-ből azért egészen más néztem volna ki. Na mindegy, ellenséges Scorpio, a 7-es TD Verda. Lesz itt egy-két jóképű misszelésem. De még milyen? Bazd meg! Hát igen, ő nem játszik, és az még hagyja, hogy ott van a karópicsa 88, de lesz ott gyakorlatilag minden is. Igen, mert valahonnan lövöldözik a kis bunkója, csak egyszerűen, hát mondjuk ez kár volt így úgymond elengednem, mert lekések a KV3-nak az oldaláról, és nagyon sokan vannak ott, Szuszázas, Churchill 7, minden, és ott egyedül szerencsétlen három darab tank tartja úgymond a frontot, semmi más. Meg persze én vagyok itt supportnak. Na, nézzük, KV3, júj, de elrontottam, bazd meg! Na jó, hát nem minden lövés jelent össze, nekem se. Churchill barátunknak meg majd kiderül, hogy van, hogy pajzsa van. Hogy, bazd meg! Na mindegy, KV3-nak nincsen akkora pajzsa, mint a Churchill 7-nek. Hát igen, tulajdonképpen volt is egy Skodánk, Churchill 7. Jó, ez lehet, hogy én voltam, de attól függetlenül azért bazd meg, tehát azért háromból egyetlen egyszer tudom belőni, bazd meg azt a csóró szart, azt a vörös faszt, hihetetlen geci. Na, hát a KV3, igen, azért választottam igazából a KV3-at, mert egy lövésre volt, és a gánok számát erőteljesen csökkentenünk, hogy túléljenek ott a fiúk, úgymond én azért próbálok supportkodni nekik, hogy tuti is legyen. Meg visszapofozni a sok gyökeret. Szerencsére Tigris Puli kibaszta Churchill 7-et, vagy mit. Nagyon jó, de még itt nincs vége a biznisznek. Karopicsa 88, stokkos, de attól függetlenül mindig nem látok rá, most vettem ezt, hogy stokkos. És onnan lövöldözik bazne valamerre, valonnan a büdös köcsök klikkerje. Szuszázas is gyorsan elősejlett. Ők nem akartak úgymond sunnyokba lecátszani, ő a Szuszázas jó a támadéket képviseli. Jó, persze, lehet vele jól lózgatni, hogyha úgy adja a helyzet. Hát picsa 88 nem, de ahogy elnézem, Szuszázas is igazából a T-34-85-nek az ágyújával, de a T-34-85 ágyújával, az a Su-85-ös ágyújával futkározik, tehát még hogyha a 122-es sem van, akkor úgy rendben van, mert az 390-es alfa az ütős, de bazd meg, tehát azért ilyet én nem csinálok Szuszázzal, ha csak nem tényleg arra kell remélni, hogy már ki kell finiselni a polgárt, és igen, próbálok oda sznájpolgatni a gecibe, de szerencsére a banda lehozta a másik oldalt, látjátok, már tolják is befele, és hamarosan ide fognak érni, én meg egy kilnél vagyok, 2491 damage-nál, nyomok egy kis speed boostot, megjött az AMX, el is ment az AMX, ennyi volt, tulajdonképpen akkor maradok úgymond a Scorpion. Hát igen, most már csak Tigris Pulling tartja ott a frontot, úgyhogy nyomom a speed boostot, nem akarom nagyon még felfedni a pozíciómat, mert tök fölösleges, egyrészt ezért, mert megjött Karopicsa 88 is, gyere. Hát azért ezt gondold át újra, tehát ha nem vetted volna észre, akkor itt a csávoknak eléggé jó supportja volt, az az én. Na, megjött akkor Scorpinyó is, gyorsan segbe töröltem egy 296-tal, hát ez majdnem jó volt, gyönyörű, ki is baszták azt a szerencsétlent. Hát akkor Scorpio, ő nem tudja, hogy tulajdonképpen mire vállalkozott. Szerintem nem tudja az, hogy 10 szekig fel van spotolva, attól függetlenül, hogy a paralámpa nem mutat annyit, vagy nem világít annyit, de van hozzá ez is különböző mód.
És láthatjátok, amint felszpotoltam, bazd meg, ebből a ficakból, vagy abból a sarokból mindkét gyökér barom, bazd meg, ide lő. Tehát nagyon egzotikus játszik. Ez biztos megbeszélte ez a két kis faszkalantyő tulajdonképpen. Miért megyünk én a K1-be? Ehéj, de jó is lesz, majd a corner fogjuk lőni a hevis csort. Ehéj! Na, hát ez nem jött, nem teljesen jött össze nektek. Bár, hogy előbb felvillantanak, akkor az hol biztos, hogy szarrá lőnek, de szerencsére az Ozzy szerint nem teljesen hülye, és tudja, hogy általában a tank, amivel játszik, mire képes, milyen távolságból vagyok még hatékony. Kettő meg, ha nem vagyok elég hatékony, akkor ott a gold, és ő majd hatékony lesz. Na, mindegy, tehát ez megint az autizmus legfelső foka volt, tehát a Crusader SP meg az FV akármit csinál, egy idióta kretén szar marad az összes klikkerrel, aki klikkerrel játszik, az egy idióta szar, nem érdekel, hogy küldetés van rá, nem érdekel, hogy szopja a faszatokat az asszony, vagy éppen kajátok, melegetitek be a képernyőtökbe a levest, és akkor klikkerkedünk. Szerintem szar az összes, én ebből nem csinálok semmi titkot, szerintem buzi mindegyik, azt, akinek jó, az jó, aki nek meg nem jó, annak meg ott az ajtó, azt lehet elsétálni odébb, én megmondom a véleményemet, azt leszarom, hogy kinek tipró bele a lelkébe, vagy kinek nem, akkor is köcsög az összes. Na, nézzük, 2 kill, 3406 damage, szerintem egész jó kis visszatartó erő volt, amit a Situ SP-vel, csá népek!